Szóval, hogy vagytok? Jó. Nagyon jó, igen. Én is. Jól vagyok. Egy kis picit másnapos, de nagyon jó. Helyes. Sajnos nem vagyok másnapos. Meg vagyunk. Kicsit gyenge a gyomrom, de köszönöm szépen, nagyon jól érzem. Ennél magyarosabbat nem tudsz. Nagyon jól vagyunk, köszönjük szépen. De az Unikum Szilva sokat segít. Legszebb napja. Unikum Szilva, Unikum? Igen, a fosató. Gratulálok akkor, kedves egészségedre. Nektek is. Nagyon jó. Kellemesen, én egy kicsit fáradtam, de az szinte általános az utóbbi időben. Nagyon jó, szuper volt az evezés, úgyhogy nagyon jó program volt. És jó volt a szertartás, jó volt. Szerbusz, szia! Szia! Én vagyok a tanú, Áron tanulja doma. Igen, szóval hogy vagy ma? Szia. Nagyon szuperül, kurva boldog vagyok, hogy az egyik legkedvesebb barátom, a hetero élettársam megtalálta életepárját. Remekül vagyunk, gyerekek a nagyinál, mi itt vagyunk egy kiváló buliban, kedves barátunk esküvőjén, úgyhogy remekül. Szuper. Igen, nagyon jó volt az esketés helyszínen, nagyon jó volt ott lenni, és az volt, annyira jó volt, hogy ilyen kicsi csomagokba mentünk át, hogy olyan nagyon jól meg lehetett érkezni és lelassulni, úgyhogy ilyen teljesen itt tudunk lenni, és jól érezzük magunkat. Valami jól vagyunk, hogy itt lehetünk Áron is. Dehogy is, Krisztina és Áron és külön. Nagyon örülünk neki. Nagyon jó a buli, eddig minden nagyon jó volt. Minden jó. Amúgy is nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és fantasztikus, hogy ők egymásra találtak. Remek a buli! Remekül vagyunk, mi vagyunk azok, akik utolsóként érkeztünk meg, Iván előtt még. Hát, majdnem nem lett kajánk, de végül megnyertünk. Marci elintézte, egy fantasztikus jót tettünk. Persze. Nagyon jó a konyha, nagyon jó a helyszín, jól érezzük magunkat. Szuper jó. Szuperül, épp elfogyasztottuk a desszertet is. Igen. És tök jól érezzük magunkat. Most a nyitótánc fog következni mindjárt, csak hogy belőle. Szerintem Áronék eléggé izgulnak. Mi jobban érezzük a kaja jó volt, a felszolgálás is tök jó volt, annak ellenére, hogy az evezős csapat ilyen szanaszéjjel érkezett meg, és a legvégén még a vegán Ivánt is ki tudták szolgálni, úgyhogy minden szuper. Nagyon boldog vagyok, hogy látom az Áront meg a Krisztit ilyen ragyogó arccal itt egymás mellett ülni, táncolni, és nagyon tetszett, hogy hajóval hozta az Áron a Krisztit. Hello. Hogy vagytok ma? Jól vagyunk. Ennél jobban nem is lehetnék. Az biztos. Kaptunk finom vacsit, táncoltunk is. Már az ajándékot is átadtuk, úgyhogy tökéletes. Már mehetünk finom. És még maradunk. Hát köszönjük szépen, jól. Én mondjuk küzdök egy kis vírusos megfázással, úgy érzem, mert valami le akar dönteni, de erős vagyok, és itt vagyok, és nagyon jól érzem magam. Szuperül érzem magam, nagyon jó, tök jó az idő, nagyon nagy szerencsénk van, olyan jó itt kimicsörögni a Dunaparton, na jó látni a párt, nagyon jó, tényleg. Fantasztikusan. Lehető legjobban. Én elég jól érzem magam, mert itt tök jó buli van, és találkoztam sok régi baráttal, találkoztam barátaimnak a szüleivel is, azoknak is nagyon örültem. Kurvára, még neked is örültem, de az meg hallod, neked amúgy annyira nem. Kérdés. Anna, te? Hát külön-külön? Nem, hát én szerintem nyilván... Jó, értem. Tehát nyilván együtt lesznek 20 év múlva is. És szerintem két gyerekük van. Szerintem Budakalászon élnek. Szerintem van egy hatalmas házuk, ami ilyen hajó alakú, ilyen csónak alakú. Szerintem egy ilyen csónak virágágyásuk van.
Jó. Lebuda kalászon. És körbe kerítették egy ilyen vizes árokkal. Jaj, ahol ott evezhetnek a lurkók. Igen. Először kis hajóval, aztán nagy hajóval. Először csak ilyen lábbedugós úszógumival, és aztán egy rendesen evezhetnek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem akvinkumon fognak élni. Uh-huh. Biztos, hogy a Duna mellett. Anyámhoz közel. Így. Uh-huh. Nézd, nehéz megésülni, hogy mi lesz a nukleáris háború után. De ez a tényleg klímakatasztrófa van. És klímakatasztrófa után, de ők biztos, hogy meg lesznek. Ők túlélik. Szerintem ezt a Dunát és az Akvinkumot lelőttek. Én nem azt gondolom, azt remélem, hogy a Duna mellett az Akvinkumon laknak. És a Duna vizét iszák, és azért ők túl fogják élni. Ki a tisza vizét iszak, maga vizét iszak vissza. Oké. Okay. Yeah, jó, és mondjuk ilyen gyerekek, vagy ilyesmi, hogy vannak? Tessék, vigyázzuk én. Igen. Ja, a gyerek? Hogy vannak-e lurkók? Azt gondolom, én azt mondom, hogy pontosan annyi lurkó van. Bocs, csak tüzet kértem. Amennyit ők szeretnének. Amennyit ők mindig vágytak. Én szerintem 5 lesz. Kereken. Jó. Nagyon fognak örülni. És ez ilyen mély pszichológiai szempontból. 0 és 5 között. Áron ennyit akar. Kriszti meg teljesen. Ki az Áron? Áron, mennyi innen egy kicsi? Én úgy gondolom, hogy Áronnak kinő a haja. Kriszti, megkapasztod itt? Nem, azt nem. Hát boldogan. Szerintem nem fognak Budapesten lakni, de a környéken, Pest megyébe, valamilyen Pest környéki. Uh-huh. Budakale. Például. És mondjuk itt gyerekek? 6-7 gyerek, 4-5 kutya. Annyi nem, de kutya az lesz. A 6-7 az sok. Legyen 2-3. Jó, 3-4. 3-4, 3-4, 2 kutya. Ugyanígy a vízen. Igen, ezt akartam mondani, csak már te gyerekekkel? Gyerekekkel valamelyik bungalóba. Igen. A Duna mellett körülbelül. Aha, szuper. És mondjuk így hány gyerkőc van ott? Legalább 2. 2. Igen. Jó, és szerintetek hol élnek? Hát Áront innen, 3. kerületből. Nem. Esélytelen. Max a Pilis felé egy kicsit. De tovább nem megy. Hát igen, de ott már Kriszti kezdve biztos, hogy benne legyen. Uh-huh. Na és hogy képzeled el Áront és Krisztit 20 év múlva, hogy mi van velük? Ugyanígy, csak egy halomgyerekkel, és hogy ugyanott találkozunk a Dunán, és ugyanígy megyünk evezni, ugyanígy találkozunk, és ugyanígy gyarapodnak, sokasodnak, és boldogságban élnek. Nagyon jó. És hol élnek mondjuk? Akvinkum szigorú. Jó, szuper. Amikor először kérdezett, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy egy úszóházon élnek valamelyik folyón, és nagyon szabadon ott evezgetnek, és jól érzik magukat egy jó pár gyerek társaságában. Így van, nagy családi kenuban együtt eveznek. Sárkányhajó. Na és hány gyerkőc van ott a hajóban? Én nem akarok gonosz lenni, nem. Mondjuk max 2. Jó, hát az is nagyon jó, köszönöm. Vagy amennyit szeretni. Így van. Jó. És fiúk, lányok, vagy esetleg vegyesen? Én nagyon-nagyon nagy sorsra merem bízni. Uh-huh. De vegyesen mondjuk. Vegyesen, nem vagyok elfogott. 20 év múlva 3 neveletlen gyerek rohangál körülöttük, akik már 10 évesek persze, vagy már lassan, és mindenféle célokat tűztek ki maguk elé, hogy nem csak a Dunát hódítják meg, hanem mindenféle más országokban és folyókban eveznek, és az egész család élvez. Ezt mindenképpen én gondolom. Nagyon jó. Hasonlóan. Tehát egy ilyen folyami nép lesznek. Igen. Jó. Folyami, de az életük is nagyon jó folyamba fog kerülni. És igen, szeretném mondani a nagyon, hogyha lehet, még a bölcsességet, amit a házassággal kapcsolatban szeretnék elmesélni. Mondjad csak! Az a lényege a hosszú házasságnak, a titkát most megtudhatjátok, aminek az a lényege, hogy nem kell mindent észrevenni, nem kell mindent meghallani, és nem kell minden szóba átenni, és ha ez így van, akkor hosszú-hosszú életig tudnak maradni, és boldogságban élnek. Evezéssel vagy anélkül. Hát pont ugyanez, mint most. Lehet, egy kicsit közelebb költöznek a Dunához. Eveznek, túráznak, amit eddig. Aha.
valahogy így. Hány gyerekkel? Háromból? Hát két lánya meg egy fiúval. A hetes kenuba azért még beférnek. Ja, a hetes kenuba még el kell férni. Jó, és mondjuk meló, az így le... Mi a meló? Semmi. El vannak otthon. Utazási irodáikon esetleg ők üzemeltetik, viszik hajókázni az embereket. Ja. Hát én ma éppen beszélgettem Krisztivel a hajazás közben, reggel, frizura készítés közben, és kiderült, hogy amúgy ők is gondolkodnak Budakalászon. Mm-hmm. Úgyhogy én azért el tudom képzelni, hogy ők is ott kötnek ki végül, és ez tök jó lenne. Mi az, hogy ők is? Hát, mert mondjuk mi is. Megint magunkat képzeljük. Jó, oké. Jó, és mindenki kiköltözik Budakalászon. És mi van a lurkókkal, hogy vannak, vagy hányan vannak? Lesznek, egészen biztos, hogy lesznek. És lesznek, tehát hogy én odáig merek gondolni, hogy többen lesznek. Azt, hogy mennyi, az majd adja az idő, de igen, Juci azt mondja, hogy Áron 5-öt szeretne, de hát jó, de... én azt azért nem, nehezen tudom elképzelni. Ja, ezt én is, de mondjuk, hogyha meg ennek ellenében, nem tudom Kriszti mennyit, de mondjuk ha egyet, akkor is, akkor mondjuk 2,5-3 biztos, hogy lesz. 2,5. Oké. Okay. Az a 2 plusz a kutya, úgy értetted. Igen. Nem, de már megint jó. Oké, okay, igen. Jó. Szóval lesznek gyerekek. Jó, köszi. Hát úgy gondolom, hogy nagyon nagy egyetértésben vannak, és folyamatosan együtt késnek el. És ebből nincsen problémájuk. És talán lesz gyerek, akivel már a kamaszkor nehézségeit élik. És akkor jó lesz látni, hogy ők ezt a problémát hogy oldják meg. És mondjuk hol élnek szerinted 2039-ben? 2039-ben római parton. Azt nem tudom, hogy hol, hogy a panelban, vagy esetleg keresnek maguknak, de még lehet, hogy 2038-ban már lakóhajót is el lehet helyezni a római parton, és akkor szerintem ők a lakóhajót választák. Szép múlva. Hát... Lehet, hogy Áronnak annyi haja lesz addigra, mint Krisztinek, és Krisztinek fog kihullani. Igen. Szerintem úgy képzeljük el, hogy a gyerekeket lepasszoljuk. Bármint mi hozzájuk? A gyerekek elmennek bulizni, és mi ahelyett, hogy izgulnánk, beülünk és társasodunk. Tényleg? Az jó? Igen. Lehet, hogy már így fogunk menni. Anyás, ez a kocka! De valami ilyesmi. Igen. És addigra szerintem lesz egy ilyen pöpec társasjáték asztalunk, ahol mindenkinek meg lesz a kis VIP helyei, mint a pokerklubokba, és már így fel lesz gravírozva a kis nevünk, és tudni, hogy ott leszünk a VIP 6-os asztalban. Bármint, hogy nekik lesz, vagy nektek lesz, és őket áthívják. Nekik, lehet, hogy mind két helyen lesz. Nekik lesz, és mi nekünk a törzsejünk lesz. Értem. Az a vicc egyébként, hogy én úgy képzelném el őket 20 év múlva, hogy valahol a Lupán vesznek maguknak stílusosan egy házat. Kenuval járkálnak mindenhova, vagy legalábbis eveznek. Én, ha az Áronból indulok ki, akkor az tuti. És hát nyilván lesznek gyerekeik. Az Áront füvet nyírni látom. Krisztit pucolja csirkét. Nem a szőlőbe dolgoznak és készítik a saját bort, inkább. Tudod mit, de? Lesz egy jó kis szikvízüzemük, legyen állandóan szóda. Nagyon jó. És hány lurkót képzeltek el oda, a szikvíz mellé? Szikvíz mellé, figyelj! Kettőt legalább. Jó kérdés, nem önálluk volt az a kérdés, hogy 2 vagy 4, úgyhogy legyen a köztes 3. Ez egy jó kérdés, mert még nem tudom, hogy 3 vagy 5 gyermektek lesz-e, Áron és Kriszti. De a páratlan az biztos. Páratlan az biztos, igen. Lesznek lányok is remélhetőleg. Hogy képzelem el őket? Hát nagyon boldogan. Mit csinálnak most 2039. augusztus 17-én? Várnak a következő szavazásra, és most fejezték be a saját jelzálogítőket a második lakásukon, az Aquincumban. Nagyon jó, nagyon az jó. Az első ugye kell a legnagyobb gyereknek, mert ugye
Lassan befejezi már az egyetemet, úgyhogy tanárként el akar helyezkedni ő is a Veresben. Két vagy három gyereket a négy személyes kenuba beültetne és eveznek velük fölfelé. Csak is fölfelé. Szuper. És mondjuk hol élnek szerinted? Hát nem tudom. Nem biztos, hogy itt van. Aha. A lényeg, hogy folyó legyen. Folyó legyen a környéken, az biztos. Jó, jó, jó. És a lurkokat hogy képzeled el? Mindegy, hogy mi, de hogy mondjuk mégis hány, meg hogy fiú, lány, meg hogy az így 2039-ben szerinted mi a státusz? Hát szerintem ez rajtuk múlik, de... Biztos lesznek köztük fiúk, akik húznak a kenuban, meg lesznek lányok, akik piperéznek. Szerintem addigra már legalább azt elérték, hogy ki tudta költözni a Lupa-szigetre, ahol összeházasodtak, mert ez egy komoly cél lehetne a személyüknek. Tehát mindenképpen, és amikor minden évben, mondjuk 10 év múlva, amikor kiköltöztek, onnantól megtartják azt a bulit minden év, amikor ő nekik volt a... milyen napa? Szombat, 17-e. Szombat 17-e, augusztus! Igen. Olyan napokon minden évben megtartanák azt a bulit ott kint, ahol kihajózunk, kirévezünk, vagy kievezünk, és oda bemegyünk mellé, és sziasztok, itt vagyunk. Tehát az évfordulós parti. Ezt a basz meg. Kurva jó. Anna, te mit adnál? Hát talán egy bugykost, amiből soha nem fogy ki a fröccs. A fröccs az jó. Hát én most egy nagyon-nagyon nem kreatívat fogok mondani, egy ilyen soha ki nem fogyó bankkártyát. Dollár. Ez nem. És svájci. Akkor jó, már inkább a bugykos. Borásszőnyeg. Jó, jó. Azért, mert ez volt az esküvőjükön, erről beszélt a hogy hívják azt, aki összeadja őket, anyakönyvvezető, hogy képzeljék, hogy itt van egy varázsszőnyeg, és ráugranak. Én játékról beszélt állandóan. Jó, ez nem. Én nekem közben itt integetni kell. Varázsgomba? Én egy varázszsák. Igen. De mi van a zsákban? A zsákban az, hogy azért varázszsák, mert bármikor belenyúlsz, annyi mindig végtelen pénz van benne. Ú, de nagyon anyagy. Egy varázs-vécét is adnám. Varázs-vécét? Az nagyon jó lenne, szerintem, ez tényleg. Akkor azt adjuk közös. De tudod, mi lenne a varázs-vécé? Hogyha ráülne az Áron, és a Kriszti is, de a Krisztit nem mondom. Lány nem kakír. Csak a fiú. Áron mindig olyat tudna szarni azon a varázs-vécén, amiért szeretne. A legjobb kakát. De jó lehetne. Ugye? Ez nagyon örülne neki. Jó van. Kezdte. Ez egy nagyon jó kérdés. Varázspálcát. Amivel igazából, mint a Harry Potterben, minden varázslatot végre lehet hajtani. Jó. Én csak már egy Gyűrűk Ura mennyes vagyok, azt mondanám mondjuk, hogy a fullánkot adnám, mert az kéken világít, ha orkok vannak a közelben, és ez baromi hasznos. Hát nagyon hasznos valamit. Oké. Mindig 20-as dobókocka? Így van. Az is jó. De egy pohárral mindig visszatölti magát pálinkával, az is jó. Ezt a kettőt, igen. Oké, és akkor nász ajándékba egy varázstárgyat adhatnál, akkor mi lenne az? Egy olyan varázstárgyat adnék, amivel mind a ketten időt nyerhetnek. Azért, mert nem igazán biztos, hogy azért késnek folyamatosan, mert ez az ő hibájuk. Viszont egy olyan tárgyat adnék nekik, amivel időt tudnak nyerni a barátaiknak, a családuknak és a munkatársaknak. Hát ez nagyon szép, köszi! Egy evezőlapáttal hajtható varázsszőnyeg, amin elrepkedhetnek bárhová. Én meg egy olyan varázspirulát adnék nekik,
ami mindig megnöveli az emberben a tolerancia és az empátia szintjét. Szükség esetén be kell csak kapni, és akkor az ember úgy nyugodtabban tudja viselni akár a házas, akár a családi élet kihívásait. Ú, ez nekem is el kéne. Nagyon szépen köszönöm. Én ezt egyszerűen meg tudom mondani. Ezek után. Már mi lenne az? Hát egy olyan barátvesző, nem is kell barátvesző. Egy dolog kell itt az örök boldogsághoz. Az, hogy szeressétek egymást, és a bizalom is meg legyen 100%-ban. Na, erre varják gombot. Kifogyhatatlan kávéfőző. Nagyon jó. Várnak egy óra. Hát nem, az úgy se számít. Ja, igazad van. Mondjam? Mondjad. Hát én egy baby raptort adnék a kisnak, akit majd be tudnak idomítani arra, amire szeretnék. De ez is, ezt inkább te szeretnéd, nem? Nem, ezt nekik adnám. Ha lenne egy baby raptorom most, akkor nekik adnám. De hát az megnő, és akkor utána... De hogy addig összebarátkoznak vele, és csodálatos házőrző egyébként. Ah. 70-nel fut. Senki más nem enged be a telekre. Nem, egyébként komolyra fordítva a szót, nem is, bocs. Nem hát egy varázstár, úgyhogy egy varázsdobókockát. Egy olyan dobókockát, ami mindig hatos. És akkor azzal a hatossal mit csinálnak? Hát ez volt ugye a lánykérés feltétele is, úgyhogy amit éppen akarnak. Ja, jó. Egy lakóhajó. Egy mi? Egy lakóhajó. Ja, lakóhajó. Jó. Oké, király, és akkor az utolsó mindent eldöntő kérdés, hogyha nászajándékban valami varázstárgyat adhatnátok, akkor mi lenne az? Ez korhatáros? Nem. Nem? Ja, akkor nem mondom. Bármint, hogy bármit lehet mondani. Nem akarok. De már volt szaros poén, úgyhogy... Az nehéz kérdés. Úgyhogy lehet mondani. Mondja. Nem tudom. Ne. Hát igen, ez nem. De. Varázstárgy. De az varázstárgy. Adjunk nekik. Varázstárgy. Adjunk nekik a római parton egy ilyen hajó alakú pöpeckecót, több szintes, amiben csúszdával vannak összekötve a szintek, és mi lakunk a középső szinten, és le tudunk csúszdázni hozzájuk. Miért ők vannak alul? Hát mert én akarok lefele csúszdázni. Jó. És akkor a vibrátort azt most nem mondjátok oda, jó? Nem baj. Jó, oké, rendben. Az anál-vibrátort azt nem lehet bemondani. Ezt nem adjuk tovább. Na jó, köszi szépen, akkor köszi, sziasztok. Nekem egy nagyon hülye dolog jutott az eszembe, mivel én az Áront a kocka éveiből ismerem. Én valami hiper-szuper számítógéppel és egérrel tudom őt elképzelni, és valami nagyon jó fülessel, amiből Limp Bizkit szól. Szép. Én kenut adnék nekik, amiben van egy fröccs adagoló. Hogy amikor szép. Utaznak, mindig legyen kézni hideg fröccs. Minden, ami kell. Először is visszavarázsolnám a pénztárcámat, hogy legyen pénzem a mérszonytáncra. Másodszor viszont nagyon szívesen ajándékoznék nektek egy aranyjegyet. Az aranyjegy lényege az lenne, hogy most ha beváltjátok, mondani kell egy országot, mondani kell egy időszakot, tehát két hét, egy hónap, bármi. És onnantól kezdve ez a jegy, ez mind a kettőtöknek megadja a fizetetszabadságot, és annyi a dolgotok, hogy elmenjetek és jól érezzétek magatok. Ja igen, ugye ez a gazdag nagybácsi esete, hogy remélem minden rendben lesz feletek, úgyhogy itt van egy csoki és $1 millió, tehát természetesen ezt is garantálja. Tehát korlátlan, mennyiségű, minőségű, a lehető legjobb nászajándékot adnám nektek, ha tudnám. Egy gyalogsági ásott az Áronnak. Mind a kettőjüknek az történjen meg, amit szeretnének nagyon. Tehát egy csodalámpát végül is, mert az... Egy pontot, amit akarnak mind a ketten. Ja, hogy a közös pont végül is. Mondjuk így.